Jön a családi csődvédelem. Nétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Nos, hát nyilván itt azokra, hogy az előterjesztést, pontosabban a javaslatot, amit az igazságügyi tárcához benyújtottak, abban az áll, hogy ez kisebb tartozásra vonatkozna, relatíve kisebb tartozásra, mert kinek mi a kisebb, az nyilván a pénztárcájától függ. Bankkártyatartozások, rezsitartozások, és itt a fő szempont az, hogy a adósok egy része tudna fizetni, ha valaki fogna a kezüket, hogy erre nem költünk, arra költünk, tehát itt egy komplet jogi, gazdasági, szociális szakemberekből álló csapat segítkezne, ugye? Így van, a KDNP kidolgozta ezt a javaslatot már korábban, ugyanakkor lehetett látni, ennek addig nem jön el az aktualitása, amíg a devizahiteles mentőcsomagokat a parlament el nem fogadja. Most ennek az utolsónak is az elfogadására sor került a múlt év végén, tehát folyamatosan kivezetésre kerülnek a devizahitelek, így már egy olyan adósság összetétel lesz, amivel tud mit kezdeni a családi csődvédelem. Hasonló magáncsőd, fogyasztói csőd már számos nyugat-európai országban vagy a Baltikumban is létrejött, és azoknak segít, akiknek valóban, ahogy ön mondta, pár millió forintos tartozása van, ugyanakkor a tartozásainak a teljes értéke nagyobb, mint a vagyona, meg a várható jövedelme a következő években, tehát túladósodott, negatív vagyona van, és abban segít ez a családi csődvédelem, hogyha nem lépne közbe ez a fajta segítség, akkor az illetőnek élete végéig minden hónapban kopogtatnának a végrehajtók, és úgyse tudnák kifizetni az adósságát. Éppen ezért a legtöbb esetben, amikor eltitkolják a jövedelmüket, más nevére iratják a vagyontárgyaikat, mi pedig egy tiszta viszonyt szeretnénk, amennyit tud, azt egy bizonyos viszonylag hosszabb törlesztési időszak alatt fizessen vissza. Nyilván a gazdálkodását észszerű körülmények között folytassa, ahogy ön is mondta, tehát ne költsön többet, mint amennyire van, luxus kiadásokat ne tegyen meg, fizesse vissza hitelezőinek azt, amit tud, és utána pedig tiszta lappal induljon, valamekkora részét el kell engedni ilyenkor az adósságának, hogyha együttműködött, nem titkolta a jövedelmét, minden tőle telhetőt kifizetett, utána akkor legyen egy ilyen cezúra, és egy második esélyt kapjon az életben arra, hogy a gazdálkodását felépítse. De gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy az adós és a segítők kötnének egy szerződést, mondjuk itt 5 évre szól, mondok egy példát, és ez alatt az 5 év alatt, ha mindenki teljesíti a feltételeket, főleg az adós, tehát betartja azokat a feltételeket, ami a szerződésben van, akkor őt a végrehajtó békén hagyja. Igen, a maradék rész elengedésre kerül. Ez egy nagyon sokoldalú jogviszony, hiszen egy részről van az adós, másrészt az állam részéről egy ilyen segítő, a mi KDNP-s javaslatunk szerint egy egész csapat, valakinek benne szociális ismeretei vannak, közgazdasági pénzügyi ismeretekkel rendelkező, jogi ismeretekkel rendelkező ember, és együtt egyfajta segítőként, pénzügyi tanácsadóként, biztosként segíti az ő tevékenységét, megnézik, hogy mekkora jövedelmei vannak, milyen vagyontárgyai vannak, milyen kiadásai várhatók, milyen törlesztő részletek, vagy milyen tartozásai vannak, amiket törleszteni kell. Ezekből egy pénzügyi tervet állítanak össze, ahogy ön is mondta, 5 évre, vagy hosszabb időtartamra, egy időtartamra. Tehát megállapodnak a hitelezőkkel, hogy akkor rendben van, ők is elfogadják, hogy egy részét megkapják a kintlevésüknek, egy részét nem, és akkor így utána az illető ismét tiszta lappal indulhat. Tegyük hozzá, hogy a hitelezők egy része most is úgynevezett faktoringba adja ezeket a követeléseit, tehát eladja másnak, követeléskezelőknek, tehát ők már igazából sok esetben maguk is lemondanak arról, hogy a teljes összeget visszaköveteljék, eladják 30%-on, 40%-on ezeket a követeléseket. Sőt, tenném még durvábbat is. Valamikor alacsonyabb szinten is, és ugye az hogy van, hogy maga a cég eladja mondjuk 30-40%-on ezt a követelését, de igazából utána 100%-ot követelnek az adott családtól. Tehát akkor ne a faktoring cég nyerjen rajta, ne egy folyamatos, bizonytalan, és mindenki számára hátrányos dolog legyen, mert ez egy bizonytalan tényező a cégnek is a könyvelésében, akinek adósan az illető család, nyilván rossz a családnak is, mert nem tud értelmesen előre haladni, tehát zárjuk le és teremtsünk tiszta viszonyokat. Mondjuk mi van akkor, hogyha a tervezetben, hogyha megköti 5-6 évre a család, és valami borzasztó előre nem látható esemény, haláleset, betegség, elveszti a munkáját történik, nem tudja önhibáján kívül teljesíteni a feltételeket, pedig szeretné. Azért folyamatos ez a pénzügyi tanácsadás, ez a segítségnyújtás a családoknak, mert nyilván bármi közbe jöhet. Lehet pozitív is, hogy valahogy hirtelen egy nagyobb összegre szert tesznek, de lehet negatív is, hogy elveszti a munkáját, vagy tényleg olyan betegség miatt a családban nem tudja ezeket a részleteket fizetni. Nyilván ilyenkor újra le lehet ülni, ezért folyamatos a figyelemmel kísérés, új megállapodást lehet kötni, csak az a lényeg, hogy továbbra is elejéhez mérten teljesítsen.
Ha viszont nem önhibáján kívül történik ilyen, hanem az illetőről kiderült, hogy eltitkolt egy vagyontárgyat, kiderült, hogy van jövedelme, amit nem vallott be, vagy más módon megszegi az együttműködésnek a szabályait, abban a pillanatban megszűnik a csődvédelem vele kapcsolatban, és másnaptól kezdve újra kopogtathatnak a végrehajtók, és valószínűleg élete végig egy spirálba kerül vissza, amellyel soha ki nem tud kerülni ebbe az adósságból. Tehát nagy tétje van, és nagyon fontos az illetőknek az együttműködése, mert neki is végig mindent be kell vallani, és mindent meg kell tennie, és nyilván, hogyha még másoknak százezrekkel vagy milliókkal tartozik, akkor nem vehet akkor laptévét magának és hasonlókat. Jó még a régi készülék, ami otthon van, nem feltétlenül kell azt évente cserélni. Tehát fontos, hogy kinek az alapvető gazdálkodási ismereteit is megerősítse ez a pénzügyi törlesztési időszak. Mikor mehet ez élesben, nagyon röviden? 10 másodperc. A KDNP javaslatát tavaly elkészítette, ezt idén átnyújtottuk az Igazságügyminisztériumnak, az Igazságügyminisztérium szakembereivel fog a végleges változata kialakulni ennek a törvénynek. Ha idén elfogadjuk, akkor mi egy egyéves hatályba lépési felkészülési idővel számoltunk, akkor jövőre indulhat a családok csődvédelme. Államtitkár úr, tisztelettel köszönöm. Én is köszönöm.